Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd. Az orosz-ukrán háború, a gazdasági válság és a nemzeti kisebbségi törvény. A kárpátaljai magyaroknak most még nagyobb nehézségekkel kell megküzdeniük, mint valaha. Vajon mit hoz a jövő és mi lesz a kárpátaljai magyarok sorsa? Ez itt a kérdés, kezdünk! Itt lesz Brenzovics László. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke úgy véli, a kárpátaljai magyarság újra a megmaradásáért küzd. A világon egyetlen olyan ország létezik, amelyik önmagával határos. Magyarország. Ezt vallja Bortlik József történész. Érkezik hozzánk Demko Attila, biztonságpolitikai szakértő, aki szerint a kárpátaljai magyarok alapvető érdeke, hogy higgadtan kezeljenek mindent. Még akkor is, ha nehéz és a stúdióba várjuk Dobsa Istvánt. Az ifjúsági szervezet elnöke úgy látja, hogy a kárpátaljai magyar közösség jövője a fiataloktól függ. Ezért is különösen fontos feladat most a velük való kapcsolattartás. Zene Szeretettel köszöntöm nézőinket a képernyők előtt és vendégeinket itt a stúdióban. Kezdjük a fiatalsággal és az oktatással, mert hogy a kárpátaljai magyarság nagy vívmánya volt, hogy az óvodától egészen a felső oktatásig anyanyelvén tanulhatott. Ez egy szerzett jog volt a mondjuk úgy, egy rendszerváltoztatás, az ottani rendszerváltoztatás után. És aztán úgy néz ki, hogy idén ősztől ez már lehetetlen lesz az új ukrán törvények miatt. És akkor kezdjük ezzel, hogy valóban lehetetlen lesz -e, mi lesz a helyzet 2023. szeptemberétől, hol lehet még anyanyelven tanulni? Hát ebben az iskolában lehet anyanyelven tanulni még, hiszen ez az átmenet fokozatos lesz, és fölmenő jelleggel vezetik be az ukrán nyelven való tantárgyakat a negyedik osztálytól és a kilencedik osztálytól. Azonban ugye most megjelent egy új törvénytervezet, amely újra egy évre kitolná ennek a dolognak a bevezetését Ukrajnában. Reméljük azt, hogy el fogják ezt fogadni. Illetve most az új, a Valenciai Bizottság tárgyalja a ukrán nemzetiségi törvényt, és hát valószínűleg ez is befolyásolja majd ennek a dolognak a jövőjét. Kárpáti Magyarság ragaszkodik ez a szerzett jogához, és mindenképpen azt szeretnénk, hogy a magyar nyelven történő oktatás megmaradjon. És nem vannak előkezhetők arra nézvést is, hogy a máig is megjelenő párhuzamos nem állami középiskoláknak a lehetőségeit bővítsük. De mindenképpen az lenne célszerű, hogy ez a törvény úgy módosulna, hogy továbbra is lehetőség lenne arra, hogy mint ahogy korábban is a magyarok magyar nyelven tanulhatnának az iskolákban és az egyetemen is. Tehát ugye egy év, egy évvel el lehet halasztani valamit, de azért az oktatás, az iskola nem erről szól, amikor valaki döntést hoz arról, hogy a gyermeke merre tanul, akkor döntést hoz négy évre, nyolc évre, vagy annál sokkal hosszabb időre is adott esetben. Tehát azért a jogbiztonságot azt szolgálja, hogyha ez hosszú távú. Ezzel egyetértek, de jelenleg ez a helyzet, nagyon sok a bizonytalanság ezzel kapcsolatban, illetve a felkészületlenség, és hát tudjuk azt, hogy ez a folyamat 2014 óta folyik, és hát most ért el odáig, hogy ez bevezetésre kerülhet. Azonban mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy továbbra is biztosítva legyen a magyarok számára a magyar nyelv oktatás. Így, így azért a fiatalokat ott tartani, hát nem lehet túlságosan könnyű, illetve lehet, hogy nem is az a kérdés, hogy ott lehet -e tartani őket, mert hogy lehet, hogy elég sokan átjöttek már Magyarországra, hanem az a kérdés, hogy hogy lehet majd visszavinni egyszer. A kérdés az jogos, én azonban optimista vagyok. Tény is való, hogy a fiatal közösség az a leginkább veszélynek kitett célközönség, hiszen egy friss diplomás az könnyen dönthet a szülőföld elhagyása mellett. Azonban én azt tapasztalom, hogy azok a fiatalok körében is, akik át kényszerültek, hogy jöjjenek, van egyfajta szülőföld iránti elkötelezettség. Mi igyekszünk feltérképezni kik vannak itt, milyen uh, célközönség, és szeretnénk nekik uh, közösséget adni itt uh, az anyországban is. Tehát összefogni őket most, hogy később majd akár Há együtt abszolút menjenek így vissza. gondolom én is, és uh, ebben egész uh, sikereink vannak, hiszen havonta több esemény mellett uh, Magyarország több pontján tudunk találkozni, és uh, azért megszoktuk őket kérdezni arról, hogy hogyan vélekednek, és én örömmel mondhatom el, hogy uh, több mint 80%-ban nagyon határozott véleményük van, és azt mondják, hogy ha egyszer lehetővé válik, és biztonságosan haza tudnak térni a szülőföldre, akkor, akkor döntenek a szülőföld mellett, hiszen oda, köti őket a, őket az emlékeik, a barátaik, ott van a családi ház, és ez a kárpátai hagyományokban mindig egy nagyon fontos alapot képezett. Föld, ugye elég sok van gondolom a kárpátai magyarok között, aki gazdálkodik. Igen, igen a, a, a mezőgazdaság az egy nagyon fontos megélhetési forma volt a kárpátai magyarság körében, és a jelenleg is az. És hogy művelik most a, a, a földet, hogyha egyszer a férfiak, hát látom, hogy építkezéseken viszonylag sok kárpátaljai férfit találhatunk, 40-50-60 év körüli embereket, akik nem tudnak most hazamenni, mert vinnék őket a frontra, vagy hát mindenképpen katonának. Én erre azt szoktam mondani, hogy ezzel az egész helyzettel kapcsolatosan az egyik szemem sír a másik nevet, sír, mert nagyon sokan kényszerültek arra, hogy akaratukon kívül, nem előre tervezve kellett elhagyják a szülőföldjüket, viszont nevet, hogy ma egy olyan Magyarországra tudtak átjönni, ahol nagyon könnyen boldogulást tudnak találni, és sikeres jövőképet tudnak építeni. Ez lesz az, amit ön is mondott, hogy az a kérdés, hogy hogyan lehet őket majd aztán arra kérni, hogy térjenek vissza a szülőföldre. Meglátjuk, hogy mit az a jövő. Mm. Igen, 1990-ben, amikor a rendszerváltoztatás után, amikor megkérdezték a határon túli magyarokat, hogy, hogy ők milyen Magyarországban érdekeltek, akkor ezt mondták, egy sikeres Magyarországban vagyunk, egy sikeres és erős Magyarországban. Itt van a példa, hogy hogy tud segíteni sikeres és erős Én még emlékszem azokra az időkre, mikor középiskolásként jöttem át Magyarországra, és megkérdezték tőlem, hogy és hol tanultál meg ilyen jól magyarul? <laughs> és azért nagyon örülök annak, hogy, Otthon, eh, hogy, hogy ezeket sikerül magunk mögött hagyni, és eh, valóban nem túlzok azzal, hogy azért itt 2010 után történt egy lényeges eh, váltás, és most már nem az, nem az a Magyarország fogad, mint ami egy 2005-ben vagy egy 2004-ben. Hát 2004. december 5-e, ugye például, hogy mondjunk egy ilyen dátumot, ami fájdalmasabb mindenkinek. Demko Attila láttam, hogy amikor a szülőföld szeretetéről beszélt a vendégünk, akkor bólogatott. ugye... tapasztalat? Én budapesti vagyok, 1993-ban jártam először Kárpát tehát 30, Én is nagyjából azt hiszem, akkor... évvel ezelőtt Beregszászon, és, és akkor is megdöbbentett az az erő, ami a kárpátai magyarságban van. Együtt énekeltük a himnuszt, emlékszem, március 15-én, és tényleg borzongató volt az az erő, tehát egy nagyon erős identitásában a föld szeretetében nagyon erős közösség a kárpátai magyar közösség. Talán a székelyekhez tudnám hasonlítani a kárpátai magyarokat ebben. Tehát az egyik talán legjobban a földjéhez, a szülőföldjéhez ragaszkodó magyar határainkon túlra került magyar közösségről beszélünk, és ezért személyesen én optimista vagyok. Nyilván egy rendteretesen nehéz helyzet van, háború van. Aki el tudott jönni, eljött, sajnos sokan nem tudtak, van, aki a frontokon van most, van, aki már meghalt, de, de akkor is ez egy erős közösség, tehát bármilyen nehéz is ez a helyzet, azért azt gondolom, hogy van jövője a kárpátai magyars magyarságnak pont azért, mert van ez a nagyon erős belső indítatás, egy pillanatra nézzünk bele a történelembe, De most csak 1991-ig menjünk vissza, tanár úr. Mert hogy 1991-ben volt egy népszavazás Ukrajna függetlenségéről, ha jól emlékszem, és annak volt egy Kárpátájára vonatkozó része is. Ez, egy, ez a híres nevezetes 1990. december 1-én tartott népszavazás, amelynek négy kérdése volt egyébként, pontosítok. Az első, hogy akarja -e Ukra Ukrajna függetlenségét, akarja hogy Kravcsuk államelnök legyen. A harmadik pedig Kárpátalján volt, a többi egész Ukrajnába, illetve egész Ukrajnába. Tehát két kérdés egész Ukrajnába. Ukrajna, Értem. benne Kárpátalja is természetesen. Igen. És akkor volt a harmadik kérdés, hogy akarja -e ön, hogy Kárpátalja egy különleges gazdasági övezet legyen, és ezen kívül volt egy negyedik kérdés a Beregszászi járásba, ugye az a több magyarság ott él, főleg a magyarság ott élte, akkor nagy többségben, akkor is, gondolom, hogy most is többségben van, hogy akarja egy, egy hogy Beregszáz központtal egy magyar autonóm körzet legyen. És ezt az utóbbi két kérdést is több mint 80 kal 80,2-83 százalékkal szavazták meg az ottaniak. Tehát a Beregszázi járásban élő töredék ukrán-ruszin lakosság is tulajdonképpen nagyjából erre a kérdésre igennel szavazott. Értem, na hát akkor ezt, ezt, nézzük meg, akkor, hogy teljesült -e ebből, új Ukrajna függetlensége teljesült, az államelnök államelnök lett, eddig rendben van. A másik két kérdés, a kárpátaljai kérdésekre. Azok nem történt. teljesültek. az akkor meghirdetett népszavazás az még a ukrán SSK, szovjet szociális törvény szerint legitim volt, hiszen ilyen területi autonómiák léteztek Ukrajnában. Azonban a népszavazás után a törvényeket megváltoztatták, és akkor már az ukrán parlament nem akart ezzel foglalkozni. A magyar autonómiával egyáltalán nem akart foglalkozni. És hát a megyei autonómiáról meg úgy volt feltéve a kérdés, kapcsuk avatkozott be ebbe a dologba, hogy olyan formája az autonómiák nem volt később ezek a kérdések lekerültek a napirendről. 1992-ben elfogadott ukrán nemzetiségi törvény viszonylag széles jókat biztosított a nemzetiségi kisebbségeknek, oktatás nyelvhasználat terén, azonban a területe autonómiáról ez már nem szólt, hanem csak a kulturális autonómiáról. Más kérdés az, hogy az ukrán alkotmányból úgy volt bele, hogy Ukrajna egy egységes állam, a következő fejezet úgy kezdődött, hogy a krími autonóm köztársaság, tehát ez a felemás helyzet, az folytatódott, azonban a területi autonómia lekerült a napi rendről, azonban az elmúlt 30 évben a politika megváltozásáig azért, ahogy említette itt a és a KPRT magyarság rendkívül sok eredményt tudott elérni az oktatás, a kultúra területén, és nagyon sajnálatos az, hogy ez a politika, amely 92-ben és egészen a 2000-es évek viszonylag realitás volt, ez megváltozott, és egyre több jogot vontak el a nemzeti kisebbségtől, így a magyarságtól is. Erről a változásról beszéljünk majd, de egy kicsit az alapszerződésről beszéljünk tanárúrral is, és Demko Attilával, hogy ugye volt nekünk egy ukrán-magyar alapszerződésünk, ezt annak idején sokat bírálták, hogy, hogy nem kellett volna abban a formában megkötni. És most a magyar politika mozgásterére vagyok kíváncsi, hogy lett volna nagyobb mozgásterünk, hogy például ezeket, amiről ott a nép döntött, az beépítsük az alapszerződésbe? Hiszen ez nem csak Magyarországnak volt fontos az alapszerződés, gondolom én, hanem Ukrajnának is, tehát kompromisszumokra rákényszeríthettük volna. Ukrajnának fontos volt akkor ez az alapszerződés, de talán annyira nem, hogy egy magyar autonómiába belemenjen. Ukrajna még így is egyébként a legszélesebb kisebbségi jogkört biztosította a magyar közösségnek. Tehát Kárpátájára menni mindig felélegzés volt ahhoz képest, mintha ember, az ember Erdélybe vagy a Felvidékre ment volna, hiszen ott voltak a magyar zászlók, a, a, a magyar nyelvet lehetett használni. Tehát én azt mondom, hogy ez egy kompromisszum volt mind a két részről, és Magyarországon sokan támadták ezt a ezt az alapszerződést, de ez volt a realitás. Tehát valószínűleg közel a maximumot elérte Magyarország, amit elérhetett. Ráadásul nem csak arról volt szó, hogy mi lesz a Kárpátai Magyarsággal, hanem precedenszt akartunk Erdély és Felvidék irányába is. És ezért is fontos volt nekünk az, hogy azok a kulturális jogok, jelképhasználat, amelyek nem valósultak meg, máig nem valósulnak meg mondjuk Erdélyben, tehát egy magyar zászlóra büntetnek Erdélyben még ma is, tehát nem régiben és voltak még büntetések március 15-én. Hát igen, székelyzászló, székelyhinózés. Székelyzászló, ez, ez valóság, hát még ma is, a, 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 ha, ha jól a munkácsi kistérség kivételével e, még kint vannak a magyar zászlók sok helyen, bár most már támadás alatt vannak, de egy más területeken is sokkal jobb volt a helyzet. Tehát én azt mondanám, hogy a realitásokat kell nézni, Magyarországnak a tere az azért volt szűk, mert akkor is körbevett minket több olyan ország, aki még ennyit se akart, és az ukránokat biztatták arra, hogy ne adjanak ennyit se, vagy kérték, hogy ne adjanak ennyit se. És nekünk is egy kitörési pont volt Ukrajna, és az ukránoknak is egy kitörési pont volt Magyarország, és lehet, hogy valamivel többet elérhettünk volna, nem hiszem. Mi az a pont, amikor változik ez? Ugye az előbb Renzovics László említette a változást. 95-96-ig szerintem mintaszerű a, idézőjel téve a mintaszerűséget, de nem pejoratéban. Tehát tudatosan mondtam így, hogy mintaszerű, hogy 96-97-ig úgy, úgy az ukrán nemzetiségpolitika rendben van, úgy érzem, és akkor ez valamikor a 2000 évek jöttek, akkor kezdett elromlani. Ez az igaz. Én legalábbis úgy érzékeltem. Na most visszamegyél az abszerződésre meg egy, egy mondatot hogy az kicsit gyorsan, gyors volt a, a, népszavazás eredménye után, hogy hat nap után elfoglalták a alapszerződést, meg aláírták. Ez egy, ez egy nagyon gyors volt, és ez sérelmezte például Csurka István, meg mások, és akkor tudjuk, hogy az MDF szakadásához például az alapszerződés aláírásának a ténye jutott, és akkor, akkor alakult meg a mi épe. Tehát nem akarok itt belemenni magyar politikai történetbe, ez, 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 ez le van csupaszítva egy-két mondatra, lehet is vele vitatkozni, de tulajdonképpen a, az MDF-be ennek az alapszerződésnek a szerintem, vagy mások szerint is gyú, gyors, túl gyors aláírásra egy ilyen szakadást intézett elő. Na jó, nézzük a meg ön. akkor azt, hogy mi változik meg 2000 körül. Tehát mi változik meg? Ugye ön országgyűlési képviselő is volt Ukrajnában, tehát Rada, ugye ez a? Igen. A rada. legfelsőbb tanács. A legfelsőbb, tanács. A legfelsőbb, tanács. A legfelsőbb. A legfelsőbb tanács. Annak a tagja volt valamikor. Ne, milyen időben volt a tagja? Hát pont a legveszélyesebb időszakban ugye 14-től 19-ig. Hát akkor már ugye ez a folyamat tulajdonképpen csúcsosodott a 2017-ben elfogadott oktatási törvényel és a később elfogadott nyelvtörvényel. Azonban ezek az elemek már később is megjelentek, tulajdonképpen az 1996-ban elfogadott alkotmánya kezdete, amikor megkezdődik egy ilyen nemzetállam építési folyamat. Ugyanis Ukrajna akkor, amikor létrejött, függetlenné vált, akkor azt ígérték az ország polgárjának, hogy két dolog biztos. Az egyik az, hogy Ukrajna gazdagabb lesz, mint Oroszország, magasabb lesz az életszínvonala, illetve a kisebbségi nyelvi kérdéseket nem fogják bolygatni. És ezt nagyon jól körülírták a függetlenségi nyilatkozatba, és körül, körülírták az 1992-es nemzetiségi törvénybe, és, és tulajdonképpen már ottan kompromisszumokkal, de a 96-os alkotmány is ezt Ugye leírták azt, hogy az oktatáshoz való jog, a nyelvi jogot, sőt, 28-as cikke az ukrán alkotmánynak az azt mondta, hogy nem lehet olyan törvényt elfogadni, ha szűkíti a meglévő jogokat. Ez érvényben van? még? Ez érvényben van, de hát senkit nem érdekel, mert annak ellenére ezeket a törvényeket elfogadták, hogy ezek tulajdonképpen alkotmányjelenesek és ellentétesek a ukrán-magyar alapszerződése és ukrajna nemzetközi kötelesség vállalása is, de ez már akkor senkit nem érdekelt. Tehát 17-ben úgy lett elfogadva az ukrán utatási törvény, képviselő voltam, hogy a képviselők többsége a törvény végleges szövegét nem is látta és nem is olvasta, és többen szavaztak olyanok is, akik nem is tartózkodtak akkor terembe, az országban sem. Azonban ennek ellenére a törvény most életbe lépett, és utána pedig elfogadták a nyelvtörvényt, ami rendkívül szűkítő törvény, és ezt betetőzte a legutóbb elfogadott ukrán nemzeti kisebbségi szóló törvény, ami ezt a folyamatot teljesen lezárja, ezt a jogfoszlottsági állapotot, amiben kerültek a nemzeti kisebbségek. Tehát ez volt az ukrán ívennek, az ukrán nemzetiségi politikának, hogy a széleskörű jogok folyamatosan szűkültek, szinte a teljes megszűnésekig és hát sajnos ez egy ilyen helyzet alakult ki, és ugye ürügyet szolgáltatott ahhoz is, ami most jelenleg az országban történik, hiszen nem felejtsük el azt, hogy, hogy azért ez a jogfosztás az igen érintette az ukrajna lakosságának több mint 20%-at kitevő nem ukrán állampolgárokat. Az az oroszokat? Hát így, őket is. Őket, őket is, is, is A románokat. Milyen tehát, kisebbségek vagyok? vannak? Igen, legyen kedves volna, milyen kisebbségek vannak? Ugye az oroszok elég nagy létszámban. Az orosz a legnagyobb kisebbség, utána jönnek a belaruszok, lengyelek, románok, magyarok, krimitatárok, zsidók, és a többi az ugye kisebb. azokban ezek teljesen különböző nemzeti kisebbségek, hiszen ezek közül oktatási rendszere, az alapoktól a középiskoláig a magyaroknak és a románoknak, bulgárokat elvetettem volna, magyaroknak és a románoknak volt, illetve az oroszoknak, de tulajdonképpen az oroszok egy különleges helyzetben voltak, mert nagyon sokáig nem érezték magukat nemzeti kisebbségnek Ukrajnában, illetve az orosz nyelv és az ukráni nyelv azért valljuk be, nagyon közel van egymáshoz. Mondjuk eltérően a magyar nyelv és a többi nyelv. És a a hát igen, nyilván erről így nem beszélhetünk. Na, Na most, most minden szerintem úgy megfe megfejelte az a, az a tény, hogy az oroszoknak birodalmi tudatuk van, és egész másként viselkednek az országban, meg, meg a helyzetük is más, és ugyanakkor az ukránoknak pedig egy évszázados lengyel ellenségből, magyar ellenségből, orosz ellenességből, és osztrák magyar monarhi ellenségből származó nemzeti tudata van. Tehát itt is van egy a, 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 nagyon nagy ellentét, és ez, ez mostan szerintem teljesen most megkevarodott minden hogy mi van, Mert ugye látva Lengyelország részvételét a, ebben a konfliktusba, tehát vagy szerepét, vagy hogy hogyan. Tehát én nem akarok ebbe belemenni mélyen, csak jelzem, hogy itt tulajdonképpen még ez is változott, hogy egyrészt van ez az a orosz birodalmi tudat, és akkor van a lengyel nemzeti, vagy a, vagy a ukrán nemzeti tudat, amely maga is küszködik. Én szerintem lehet, hogy túlzok egy kicsit, de, de, a mostani háborús viszonyok tulajdonképpen a az ukrán nemzetté válásnak egy állomása, vagy nem tudom, mondhatom-e így, de nekem valamilyen érzeteim vannak. Hát hogy mint most lennének az ukránok, válnának igazán ukrajnává is, és kezdenék elveszíteni azt a dolgot, vagy legalábbis túl lenni rajta, hogy, hogy az, hogy ukrán nyelv, az egy külön nyelv, az 1905-ben fogadta el az Orosz Tudományos Akadémia önálló nyelvnek. Addig az ukrán nem volt önálló nyelv, elismerve a cári Oroszországba. 1905-ben hány éve? 110 valahány éve, vagy 120 éve. Ugye? Tehát ez tulajdonképpen ez is benne van a csúnyán mondom a pakliba, és az, hogy, 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 hogy alakul a, a, jövő, meg hogyan alakulnak a körülmények, meg, meg hogy lesz ebből kilábalás ebből a helyzetből. Hát igen, de, de hogy mögötte milyen tudat van, az is érdekes, mert én nemrég például a Tihanyban járva láttam első András királyunk szobrát, illetve mellett ott van Anasztázia, kievi hercegnőnek a szobra. Ugye a feleség egy kievi volt a vírusból. Alatta a, a, az aláírás az úgy hangzik, hogy első András magyar király, és Anasztázia ukrán hercegnő. Mint kiderült, a Magyarország ukrán kisebbségi önkormányzat helyezte el ezt, Pedig akkor nincs a, ukrán. Hát pedig akkor ugye nincs ukrajna. Szóval, hogy van-e ez a vírus iránti nosztalgia, ez benne van-e ma az ukrán nemzeti tudatban? Benne. Nincs benne, szerintem benne. az Ukrán. Hát annyiban van benne, hogy ugye a két nép, vagy a három nép, ugye a keleti szláv népek, az ukrán, az orosz és a belorusz, ezeknek volt egy közös ősállama, a Kijevi rusz legalábbis a történelme, ezt mondja, és onnan kezdődött meg a szétfejlődés és a külön nemzetével való vállása, és hát ugye most Ukrajna ugye kijevet uh, ukrán, uh, ukrán államnak tartja, de az tény, -tény hogy az ukrán fogalom az abban az időben még ismeretlen volt, de hát minden nép, amely megkésett módon alakul ki, vannak ilyen szemlélet, ilyen romantikus szemlélet, a magyarságnál is volt ilyen, meg minden népnél, amely ugye a történelmi tényekkel nem egyezik. De nagyon sajnálatos az, hogy a másik dolog, ami az visszanyúlnak, az a két világháború közötti ukrán nacionalista ideológia, ugye itt a Bandera, a Schuchel és a többiek, ami szintén ugye egy olyan dolog, ami, ami, Ukrajnában a többi nemzetiség keretében nem teljes egészében elfogadott. De hát a nemzetiségvállásnak vannak ilyen, ilyen dolgai, azonban nagyon fontos lenne most itt a 21. században az, hogy mint ahogy tanár is említette, hogy nem másokkal szembe határozzuk meg magunkat, hanem azokra az értékekre kellene törekedni, ami, ami Ukrajnának megvan, és nem pedig a más nemzetekhez szembeni e, dolgot próbálják meg meghatározni. És sajnálatos az, hogy az utóbbi időszakban különösen vannak azért ebben ilyen túlkapások és vadhajtások, amik ezt az egész dolgot e, megnehezítik. Még egyszer visszatérnék arra, hogy Ukrajna független válása időszakában és ebben a 90-es években még az akkori politika elit Jobban látta ezeket a kérdéseket, hogy Ukrajnában a stabilitást, a biztonságot, a fejlődést úgy lehet megőrizni, hogyha egy kiegyensúlyozott nemzetiségi politikát folytattunk. És mi van most akkor a mostani Ukrán vezetéssel? Tehát ö, mi változott? Ö, ugye azt látjuk, hogy azért volt közben jó néhány politikai változás, persze ez egy posz-szovjet térség volt, posztszovjet állam is volt, a vezetői is a kommunista párból jöttek, gondolom javarészt. Most arra azért valami nagyon megváltozott. A, a vezetőknek az identitása változott, meg a szándékai? Mit láthatunk most? Hát a változás a fő év, vagy a leg, egyik legfontosabb év az szerintem azért 2004, amit, amiről még nem beszéltünk, tehát a narancsos forradalom időszaka, és akkor az ukrán nemzeti érzésnek volt egy nagyon erős kibontakozása, de nem volt ez a, ez a kormányzati időszak, ez nem volt túlzottan sikeres, és akkor onnan jön egy Janukovics korszak, tehát volt egy ilyen váltógazdálkodás, ugye a kelet és a nyugat ukrán euh, elit váltotta egy bár ez így nagyon leegyszerűsítő. És ugye ez ért véget 2014-ben a Majdanon, tehát azért nem mondanám, hogy folyamatos volt a romlás, hiszen a 2012-es törvénykezés az később volt, ami hivatal, kvázi hivatalos nyelvét tette a, a magyar Kárpát -alján. Tehát voltak pozitívabb időszakok azért a 90-es évek után is. Azt lehet mondani, hogy azok látták inkább azt, hogy ez mennyire veszélyes, hogyha egy irányba visszük el az országot, akik keletről jöttek. Ugye őket általában orosz pártinak nevezik, Én szerintem ez leegyszerűsítő, bár nyilván vannak, voltak a keleti politikusok között olyanok is, akik egyértelműen orosz pártiak voltak, de mások a keleti identitást, tehát ezt az orosz kulturális identitást, vagy egyáltalán az orosz nyelvet, dombasszi identitást támogatták, és ugye az változott szerintem, hogy a 2014-es nem is annyira a majdan miatt, hanem azzal, hogy az oroszok bevonultak a Krímbe, illetve elkezdődött Dombaszban, ugye szerintem alapvetően egy, egy belső indítatású, de azért az oroszok ráépültek arra is mozgalom, ezzel kikerült az országból, Két olyan régió, vagy részben kikerült, ahol nagyon erősen ugye az orosz identitás, vagy legalábbis a, a nem nyugat-ukrán identitás, hogy így fogalmazzam, meg volt jelen. És így az egyensúly, Ukrajnának az az egyensúly, ami egy váltógazdálkodáshoz vezetett, ez véget ért, hiszen a Krím több mint két millió lakosa nélkül a Donbass, hát nem tudom, hogy mennyien maradtak, ugye azon az egyharmad Donbass, tehát az is több millió ember, már nem tudott ez a váltógazdálkodás, váltó ez a viszonylagos egyensúly visszaállni. Tehát megváltozott az az Ukrajna, ami alapvetően a kelet és a nyugat közti váltógazdálkodáson alapult, és egy alapvetően nyugat dominálta, a nyugat-ukrajna dominálta a Ukrajna jött létre, és ez a nemzetépítő Ukrajna, ez az ukrán nyelvre alapuló nemzetet építő Ukrajna, még a keleti Ukrajna is Ukrajnát akart építeni, férjét, és nagyon nem akartak Oroszországhoz csatlakozni, még a legvérmesebb dombaszik lánok se akartak Oroszországhoz csatlakozni, csak egy olyan Ukrajnát akartak, amiben az orosz nyelv kultúra is belefér. Tehát egy kétnyelvű, eh, multikulturális Ukrajnát érdekes módon nem a úgymond nyugatosok akarták a multikulturális Ukrajnát, hanem a keletiek és a déliek akarták a multikulturális és, és ebben mondjuk a magyarokat szépen be lehetett illeszteni. Igen, én 2004-ben középiskolás voltam, és emlékszem oh. arra, mikor nagyszülősön, mm. perényi zsigmond középiskolában végeztem, és emlékszem arra, mikor a diákok a, a buszon narancssárga szallaggal kötötték át a karjukat, szimpátiájuk jeleként, és azokat a csillogó szemeket, és mindenki ment, és, és ott a város terén összegyűltek, és hatalmas beszédek mellett, Gondolták, hogy most egy szép új világ jön. De az Van... ukránok, magyarok vegyesen egyébként? Egyébként voltak, többnyire ukránok voltak. Uh -huh. viszont, vagy úszínok, vagy huszinok? Viszont... Ezt... Igen, így, így hittek ebbe az emberek. Aztán az elején talán még jól is indult, Jussenko kormánya, aztán 2008 gazdasági válság, és nyilván ez az ukrán néplélekben is lecsapódott. Tehát egy ilyen hullámzó periódus, és aztán ugye jött Janakovics, egy teljesen más színezetű politika, jött a Majdan, és tehát így. Hullámzik a, a, az ukrán néplélek, és ennek egyik sajnos negatív hozadéka lehet az is, hogy ezek az indulatok ezek azért eléggé fel vannak korbácsolva. Na mindjárt visszatérünk ide az indulatokhoz, meg a Mához, de egy kicsit a múltba, mert azért Trianon nélkül most erről az egész ügyről tulajdonképpen nem beszélnénk, vagy biztosan nem így beszélnénk. mégis mégiscsak az a helyzet, hogy 2010-ben a Kárpátalján alján az ott lakóknak nagyjából 30%-a volt magyar. Most nagyjából 10 hogyha vagy valami 10, Kör, 10%, köriből, köriből 10 százalék esetre. körül. Közben, és közben azért olyan dolgok történtek, például 1944-ben ugye a, a, Málenki robottal, hogy ott tulajdonképpen akkor, hát olvastam visszaemlékezéseket, azt mondták, vagy azt írták az akkori lelkészek, hogy hogy amikor bemennek a templomba, akkor sírniuk kell, mert a templomban csak gyerekek és nők vannak, vagy nagyon idős férfiak, mert egyébként a többieket elvitték a gulák, vagy hát a, a, a szovjet táborrendszerbe. Szóval ez a nép nagyon sok mindent kibírt azért. Hát ha azt nézem, az, az akkor egy olyan hatalmas veszteség érte, hogy akkori beslések szerint, ezt én több könyvembe itt vizsgálgattam, írtam, akkor százezerre csökkent a magyarság száma. Döbbenetes volt. A körülbelül, a, tehát a, ha visszatekintünk, tehát Trianon előtt, tehát a 1910-es népszámolás körül, akkor a 250 ezer magyar élt körülbelül. Ez volt a 30 százalék nagyjából. Hát, de de a, ugye a, vagy 200-200, a belesz... tehát nem lehet ott, ott is. De túl... az ott élő zsidók is bele A zsidókkal együtt, de? tehát Igen. az körülbelül az, ott az 100 ezer zsidó élt körülbelül a Kárpátai területén akkor, és ez lecsökkent rögtön mindjárt 20-30 ezerrel, és akkor utána jön a csehszlovák diszkriminációs nemzetiségpolitika, mert én mindig mondom a diákjaimnak, hogy csehszlovákia az nem demokratikus mintállam, ez egy hazugság. Ezt a kommunisták, baloldaliak terjesztették el. csehszlovákia a két háború között egy Janusz Arci állam, Egyrészt valóban, a, amellett, hogy az, az, volt az első szabadkönyves mintállamnak tervezték egyébként, úgy állították, hogy az lesz az első, a világ első szabadkönyves állama, úgy szervezték meg, valóban demokratikus volt, több pártrendszer, külön cseh kormány, szlovák kormány, stb. stb. Tehát választások, több pártrendszer, tehát ez minden rendben van. Ugyanakkor Csehszlovákia Ugyanilyen sok nemzetiségű volt, mint a monarchia, az oszták magyar monarchia, és a nemzetiség politikájában már diszkriminatív volt. Hiszen úgy lett csehszlovák többség, nemzetállam, vagy többség, többségi állam, hogy a cseheket összecsapták a szlovákokkal, ugye a csehszlovákizmus elmélet, ez Tomás Gádi Gumaszaliknak a, a szüleménye volt a 1890-es évek végétől a csehszlovákizmus, és akkor így lett áll, 9 millió csehszlovák, abból két millió szlovák, uh, hét meg cseh, és 5 millió nemzetiségi. Tehát három és fél millió szudét a német. Azon no, egy mind... millió magyar. Mindenesetre, hogyha a Akkor félmillió aját... fél millió ruszin, meg kétezer lengyel. És szóval... akkor tulajdonképpen ebben a nemzetiségpolitikában egy szóval... diszimulatív volt Cseh-Szlovákia. Szóval Kiátszotta egymás a nemzetiségeket. Jó, és lehet, így, 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 így eljutunk 1944 őszéig minden esetre, amikor megtörténik a gulágra hurcolás. Igen. és ekkor százezerre csökkel le a kárpátaljaiaknak a, lélek Ez azt jelenti, hogy utána gyarapodott a kárpátaljai magyarság, de ugye most Brenzovics László személyes sorsáról érdeklődöm, mert, mert, én mondhatom úgy talán, hogy számüzetésben él most Budapesten. Így kemény? Hát nem tudom, hogy számüzetése az a bűnvádi eljárás, ami az által vezetett alapítványok ellen 5 éve folyik, az továbbra is folyamatban van, ugye vádja mellett is nincs, de ugyanakkor az a tényes esetén ugye előzetesbe tehetnének, és az a vádak, amivel illetik az alapítvány vezetését, az hazárulás, és ott nem lehet szabadlában védekezni. És hát ez az ügy húzódik. Egyébként ugye el kell mondjuk azt, hogy emellett a, az én irodámat egyszer egy felgyújtották, és egyszer felrobbantották. És ez is mutatja azt, hogy azért a kárpátai magyarsága utóbbi időben sok mindennek volt kitéve. És hát valóban a, a 40-es évek vége felé a kárpátai magyarság egy ilyen népességrobbanással változott, válaszolt erre az egész dologra, és már Ugye a 80-as években a népszámlálás adatokban 156 ezer magyart regisztráltak, és az utolsó ukrajnai népszámlás 2001-ben, akkor is Ukrajnában összesen 156 ezer magyar, és ebből 151 152 volt Kárpátalján. Tehát a kárpátai magyar közösségnek a létszáma a Szovjetunióban és Ukrajna kezdetén nem csökkent, hanem növekedett. És hát ugye ez is, ez is lehetőséget adta arra, hogy intézményeit létrehozza és megerősítse. Teljesen nyilván vagy a mostani folyamatok, ezek tragikusak, hiszen nagyon sokan elhagyták Kárpátalját, illetve nem tértek vissza. Azt is vegyük figyelembe, hogy a kárpátai magyar férfiak többsége, vagy jelentős része, ha nem is többsége, az Magyarország, vagy pedig más szomszédos országban dolgozott és dolgozik idény munkán. Ezek egyszerűen nem mentek haza, amikor megkezdődtek ezek az események. De mindenképpen, ha nem is tudjuk pontosan most jelenleg mennyien vagyunk, hiszen különböző becslések vannak, ugye a 75-80 ezer és 100 ezer teszik a kárpátai magyarságnak a számát, de pontosan ezt megszámolni majd csak a háború után lehet majd, de hát a történelmi példák, a vajdasági példa azt mutatja, hogy egy ilyen háborús viszonyok az mindig jelentős népességcsökkenéssel járnak a kisebbségek szempontjában. Másrészt pedig az, hogy mi lesz Ukrajnával, hiszen Ukrajna 1991-ben a lakossága 52 millió ember volt, és most a tudósok azt mondják, hogy 20 és 25 millió közé teszik effektív azt az ukránoknak a számát Ukrajnában. Ez egy óriási szám hogyha azt veszük, hogy tulajdonképpen a lakosság 30 év alatt megfeleződött, és az egész jövő ezzel kapcsolatban is rendkívül bizonytalan. Nézzük meg, hogy mi történt ezekben az időkben. Ugye most itt Brenzovics László személyes sorsa összefonódik a magyarság sorsával. Ugye, amikor az alapítványokat perbe fogják, ez tulajdonképpen a, a, magyarországi támogatások, illetve egyebek körüli történetről van szó. Ugye titkosszolgált, olvastuk a sajtót, akkor titkosszolgálati akciók és egyebek vannak. Mi változott ekkor az ukrán politikában, Temko Attila? Még egy pillanatra visszatérnék az a demográfiához, tehát azt látni kell, hogy az a 30 az egy jelentősen inflált szám, tehát nagyon sok olyan magyar nyelvet használó volt, aki nem volt etnikailag magyar, ez a 21 pár százalék az szerintem reálisabb, és ez csökkent 12 százalékra. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a háború utáni sztálinista borzalom, tehát a Málenki volt a Szójvai tábor, egyebek. Egyébként valamilyen szinten egy közös pont tudna lenni a magyarok és az ukrán nacionalisták között, hiszen az ukrán nacionalistákat is rendkívül keményen érintette a sztálini represszió, ugyanúgy, Láda. ahogy a magyarokat meg a németeket Kárpátalján. Ha közös pontokat keresünk, akkor ez egy olyan pont, ahol meg tudunk találni, hiszen. Tehát nem csak a holodomorról beszélünk, nem hanem, csak a, hanem holodomor, a háború után. Tehát a háború után, hát ugye Banderát is Sztálin ölték meg. Tehát nagyon brutális elnyomás volt Nyugat-Ukrajnában. Tehát, tehát a sztálini rendszer az, ha egy, faluval volt, egy faluban voltak a, az ukrán partizánok, akkor a falunak is nagyon-nagyon komoly problémája, hát nem csak a, a fegyveres ellenállóknak. Tehát ez nagyon kemény módszerekkel számolták föl. Visszatérve, hogy mi történt, hát szerintem elnök úr jobban tudja, hogy hogy, hogy, hogy mi történt. Én azt látom, hogy sajnos Ukrajnában a, a megoldásokat néha nem, sőt egyre kevésbé a demokratikus és átlátható eszközökkel végzik, hanem bizonyos szolgálatok bevonásával, és hát ez történt, hogy a politikai tárgyalások mentek át, nem politikai szintére, legalábbis én így látom kívülről. Nagyon szomorú folyamat. Ugye Ukrajna megörökölt bizonyos struktúrákat, szintén a Szovjetuniótól bizonyos módszereket, amelyek nem túl pozitívak, de látni kell azt, hogy azért 2014 után is ezzel nem felmentem azt, amit, amit tettek. Azért csak egy háborúban álló országról beszélünk, 2022 után meg, meg, különösen. Én azt látom, hogy nagyon rossz irányt váltottak ezzel, ami, ami, ami elnök történt, ami a kárpátai magyarokkal történt, de ez egy általános dolog, ami az ország egészében lezajlott, tehát önmagában az, hogy ilyen módszereket használtak, az nem kárpátai specifikus, hanem, hanem, teljes Ukrajnára érvényes. Tehát ez így önmagában, hogy egy titkosszolatot, hogy ilyen módszereket használnak, az nem csak a magyarokra volt kiegyezve. Tehát ilyen értelemben nem beszélhetünk arról, hogy magyarokra külön módszerek, mint akár az ukránokra, nem. De hát azért látjuk közben a hírekben, ugye a Turulszobor a Munkácsi várban, ugye amelyik egyszer csak eltűnik a helyéről, a magyar, a magyar iskolai igazgatók leváltása, aztán visszahelyez valakit a bíróság, de aztán a Munkácsi Városi Tanács újra elbocsátja. Szóval ez nem magyarok ellen is specifikus lépések ezek, hanem, hanem Ukrajnában egyszerűen most ez van? Hát korábban azért mindig volt egyfajta demokrácia deficit, ezt valljuk be. Nyilván ez a szovjet öröksége, ahogy Attila is mondta, meg a mentalitás kérdése is. Viszont ugye azt, amit, azt, amit érzékeltünk, azt, hogy szintén 14 után, ami nagyon furcsa volt, mert ennek korábban nem volt semmi fajta jelle, hogy megindult egy magyar ellenes propaganda tulajdonképpen. Bizonyos ukrán csatornák, bizonyos ukrán politikai szereplők folyamatosan 14 óta magyar ellenes cikkeket, műsorokat készítettek, ez nagyon meglepő volt, össze is gyűjtöttük, hogy tehát az, hogy Kárpátalja magyarság létszáma 0,3 százalék ukrajna lakosságának, és sokkal nagyobb médiafigyelem irányult a mi irányba, mint amennyit ugye ez az egész kérdés megérdemelt volna, és sajnos az eredményes volt, hiszen a, a, az ukrán a, a polgároknak a véleménye Magyarországtól negatívra változott, és tulajdonképpen a, azt hiszem az oroszok után mi vagyunk a a második legnegatívabban megítélt nemzet, pedig még ezért semmit sem tettük, és aztán folyamatosan nyomás alá helyezték a kárpáti magyarságnak a politikai, kultúrás életének a vezetőjét, hogy ennek mi volt az oka? Nyilvánvalóan az, hogy magyarság, mint egyik legszervezettebb kisebbség, eléggé határozottan föllépett azok ellen az átalakítások ellen, amelyek történtek az oktatás és a nyelvi kérdés ügyében. És így próbáltak nyomás, nyomást gyakorolni, hogy, 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 bennünket ugye, a néleményeket megváltoztassuk, hogy pedig hallgassunk ezekben a kérdésekben. Ugye ezzel nem jártak sikerrel, viszont a, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Magyarország és Ukrajna kapcsolatai ugye olyan válságos helyzetbe kerültek, mint, mint ahogy vannak, ami rendkívül sajnálatos. Hát mi azt várjuk, hogy térjünk vissza ebben a kérdésben és a normalitáshoz. Magyarország, Ukrajna ö, szomszédja, és a magyarság részben érdekelt, nagyon érdekelt abban, hogy az ukrán és a magyar kapcsolatok javuljanak. Illetve érdekeltek vagyunk a ukránok az európai integrációjában is, de persze nem azon az áron, hogy a jogainkat elvegyék tőlünk. Tanár úr, most azt a kérdést teszem fel, hogy a magyarság hány éve él Kárpátalján? legalább 1100 éve. Tehát 1100, 1100 éve. éve. És hát nem Kárpátalján, hanem a négy észak-keleti vármegyében, A se Kárpátalja az majd 1889 be kerül egy új, a munkácson megjelenő lap, újságnak az élére, mint cím, és azóta van Kárpátalja, és hát ezt már utána majd a hegyvidéki akcióba, amelyiket a Hírcák Gyula görög püspök indított, ők is azt mondják abban a dokumentumban, éppen ma nézegettem, hogy több mint tízszer e, kerül ez a szó elő, hogy kárpátalja vagy kárpátaljai nép, és, és akkor mégis van az a butaság napjainkban is, hogy még mindig idézik, pedig vagy egyik könyvemben talán éppen, ami ott van, 20 éve filológia alapon tényleg kieprészve pontosan, hogy hogyan van ez a kárpátai fogalom, meg hogy alakul ki, és akkor még mindig ilyen butaságok vannak, még leírva azóta is e, egyes helyeken, hogy hogy Iván Orbrak találta ki, mert azt, hogy a portkárpátszka való a kárpátalja szó. holott fordítva van. Jó, meg hát... hogy Kárpát-Ukrajna miért, azt, azt még ma is mondja, a köztudatban mondják egyesek, meg, meg még rádióban az ember tévében hallja, hogy Kárpát-Ukrajna. Hát magyar embernek az Kárpát-alja. Kárpát-Ukrajna, az tulajdonképpen volt egy ilyen Kárpát-Ukrajna. Volosinnak az egynapos állama, 39 ben és az magyarul kárpátalja. Tehát az, én nagyon nem szeretem ezt a kárpát ukrajnát. Jó, ezt csak azért kérdeztem, hogy a magyarság mióta él ott, mert nyilván hát 1100 év, vagy lehet, hogy ficivel több. Lé, no, még, még de, több. De, de ugye, ha jól értem, akkor a kisebbségi törvényben a, a kárpátaljai magyarság nem őshonosként nem jelenik meg. Igen. Hát ez egy elég benne. vicces, hát, egy viszonylag Az ember teljesen államtad. furcsa és világon egyedülálló értelmezése van a őshonos nemzetiségének Ukrajna Ukrajnában, ők azt mondják, azok az őshonos népek, amelyek régen élnek Ukrajna területén, és nem rendelkeznek anyaországgal. Tehát azok a népek, mint a magyar, vagy a bolgár, a román, azok nem őshonos népek, azért, mert van anyaország. És az a ilyen, ismeri el, Ruszin sem ismeri el. Nem ismeri el, a 12-es nyel nyelvtörvény elismerte, de, de ezért nem ismeri el, de van benne azért egy csavar ebbe is, mert viszont a cigányság se őshonos nép Ukrajnában, vannak ellenére, hogy a cigányoknak sincsen anyaországuk. Tehát ez egy olyan, olyan, kitaláció volt ez az őshonos nemzetiségről szóló törvény, amely tulajdonképpen olyan kis népeknek, vagy olyan népeknek adott csak jogokat, amelyek a krimi, krimi, területen élnek, összes többinek nem, és azt hiszem ez is sértő a magyarságra, hiszen Magyarország ugye az ukránokat őshonos népnek tartja Magyarország területén miközben a bizonyíthatóan 1100 éve ott élő magyarok pedig ilyen jogokat nem élveznek, és az is lehetett volna egy megoldás, hiszen uh, itten a őshonos népeknek uh, szélesebb jogokat adtak, mint a többi nemzeti kisebbségnek. De hát sajnos ugye jelenleg még Ukrajnával nem tartunk ott, hogy, hogy belássák azokat a dolgokat, amelyek számunkra uh, olyan dolgoknak tűnnek, amik elősegíthetnék Mind a, a stabilitást Ukrajnában, mind pedig a jó szomszédi kapcsolatokat, hiszen ilyen feszültség a nemzetiségi nyelvi kérdésekben Ukrajnának nem csak Magyarországa, hanem Romániával is tulajdonképpen analógikus a helyzet. Azt mondhatjuk, hogy ez a kisebbségi törvény, ez. ez a Magyarság kárára készültem mindenképpen, bár lehet, hogy az oroszok voltak elsősorban a célkeresben. Ez biztos, hogy az oroszok voltak elsősorban a célkeresben. Bár amit az előbb Brenzovics László mondott, a kampány a magyarok ellen, az elég érdekes. E, igen, Endernek is azért két e, olvasata van. Tehát e, azért annak is vannak kéle, hogy Oroszország is tett azért, hogy az ukrán sajtóban megjelenjen. Nyilván ki használt a helyzetet. Tehát, a, teh, or, tehát azért látnunk kell, hogy van egy harmadik fél is ebben, e, ami Oroszország az egyik ungvári támadás mögött lehet, hogy az oroszok állnak, illetve Ukrajnában rendkívül könnyű újságcikkeket, meg akár tévéműsorokat is venni, csak pénz kell hozzá, és azt is meg tudják mondani, hogy mi legyen benne. Tehát az, hogy egy-egy műsor mi áll, az külön-külön kéne megvizsgálni. Én biztos vagyok benne, hogy van egy ilyen szál is, és ez orosz szemszögből nagyon is jól érthető, meg én néztem azért orosz weboldalakat is, ott a kárpátai kérdést, ők is próbálják mindig emelni, meg ha megnézzük az elmúlt másfél évet, akkor szintén. Tehát van ez a harmadik tényező. Meg van egy olyan tényező is, hogy amit elnök úr mondott, hogy a magyarok méretükhöz képest messze a legjobban szervezett közösség. Tehát én azt mondom, hogy ha azt nézzük, hogy mekkora az orosz, mekkora volt az orosz kisebbség, mert ha valaki nagy vesztese ennek a háborúnak, azok az ukrajnai oroszok, ahhoz képest méret arányosan a magyar jobban szervezett volt, mint az oroszoknál is. Tehát egy nagyon jól működő, nagyon szervezett, nagyon erős identitású közösség egy nemzetépítő államban, az mindenképpen szálka, és sajnos nem sikerült, nem sikerült, ugye voltak azért tárgyalások, újra meg újra nekifutott Magyarország és Ukrajna is ennek, nem sikerült egy olyan kompromisszumot létrehozni, amely mind a két felet kielégítette, de egyetlen egy út van az, hogy beszéljünk az ukránokkal, tárgyaljunk és megpróbáljunk kompromisszumokat kötni, úgy, hogy azért ne sérüljenek az alapjogai a kárpátai magyaroknak, ugyanis más nem tehetünk, mint azt, hogy beszélgetünk, tárgyalunk. Tudunk beszélni ilyen körülmények között a jövőről, Dobsa István? Én nagyon bízom benne, hogy tudunk. Mint ahogy tanár úrtól is hallhattuk, a a magyar közösség azért már megélt viszont a ságos napokat, történelmi időket, és eddig mindig föl tudott állni. Sok esetben a padlóról. Én azért bizakodom, vannak olyan kapaszkodó pillérek, ami egyébként lehet pont az őshonos nemzetiségi kisebbségi törvény. Sajnos ez idáig ezek a jellegű kérések nem kerültek meghallgatásra, hisz én is osztom az előttem szólók véleményét, ez egy kiváló lehetőség lenne arra, hogy egyébként az ukrán vezetés arcvesztés nélkül tudja megoldani az ukrán-magyar problémát. De ez egy tolvonás. Ez vagyok. egy tolvonás lenne, és igazából az oktatási törvényt és a nyelvtörvényt nem kellene módosítani ahhoz, hogy, hogy, hogyha ősvonos nemzetiségi kisebbség jogot kaphatna a magyar közösség, akkor ez nagyon sok problémára lehetne gyógyír. Mindettől függetlenül, a, ha a kérdésre röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen, mi bízunk a jövőben, és reméljük azt, hogy ez a konfliktus mi hamarabb rendezésre kerülhet, és aztán azok, akik arra kényszerültek, hogy elhagyják a szülőföldjüket, vagy már hosszabb ideje itt tartózkodnak, mert nem tudtak visszatérni, azok visszatérhetnek, és onnan folytatjuk, ahol, ahol abba hagytuk. Tanár úr, a, a ruszinokat, ugye a magyar nemzet mindig a leghűségesebb nemzetiségként tartotta nyilván. Mi a helyzet most? Ugye azért sok ukrán is beköltözött nyilván Kárpát-aljára, tehát mit gondol, hogy ez a Ruszin öntudat még jelen van-e kárpát -alján, vagy ezt felejtsük már el? Hát ne felejtsük el, azért, ha jól emlékszem, a legutóbbi névszámolás ugye 2001-ben volt, ha jól emlékszem, Igen. akkor ha jól tudom, 11 vagy 12 ezeren vallották Móknak Ruszinnak. Az tulajdonképpen az, nagyon kevés, hát az de, de valahogy egy millió, ez a jelzés szereze. az, hogy ez a, ez a, nemzet, ez a, ez a nemzet tudatban még megvan. Tehát a csúszín az megvan. És tulajdonképpen uh, itt, itt a tragédia az egész abban, abban a ruszin kérdésben, hogy miért vannak ilyen kevesen, és egyrészt miért vállalják kevesen a ruszin mi voltukat. Mi ennek az oka? Tulajdonképpen a csehek teremtették meg azt, hogy 44-ben, mikor bejön a Vörös Hadsereg és elfoglalja a Kárpátalját, van egy ö, ortodox püspökség ekkora egyházal, és van hova bekényszeríteni a ruszinokat. És Tehát, akkor van tulajdonképpen. Egy, van egy kulturális harcvesztés tulajdonképpen. Igen. És, de, és, és akkor ez utána hogy betiltják a görög katolikus egyházat, és ezzel a ruszin identitást is. Brenzovics László, lehet -e még erre építeni? Nem tudok erről nyilatkozni, mert az, hogy valaki ukránnak vagy ruszinnak vagy rossznak vallja magát, ez az ő neki az, az ügye. Kétségtelen tény az, hogy a ruszinság elismerésével Ukrajnában azért voltak gondok, a szomszédos országban, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Lengyelországban, Szlovákiában elismerik a ruszint, mint külön nemzetiséget, Ukrajnában ez elég, elég nehézségek vannak, de azt hiszem, hogy a kár, különböző történelmi okok miatt, hogy a kárpátai szlávság Jelentős része átalakult, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy a népszállás is mutatta azt, hogy a többség már jelenleg Ukránnak vallja magát. Úgyhogy ez tény, de hát a, így van a nemzeteknek a kialakulása, az egy folyamat. Ugye a, a kunok, a jászok, akik nem biztos, hogy magyarok voltak, most magyarnak vallják magukat. Ez egy folyamat, ami, ami ö, megy, és ezzel nincs senki kifogása az ellen, hogy az ukrán állam, vagy pedig az ukránok nemzetépítő, folyamatot tartanak, hiszen egy megkésett nemzetté válás, azonban mi azt szeretnénk, azt hiszem valamennyien, hogy ez ne a kisebbségi jóknak a megszüntetésével történjen, mert ez nagyon veszélyes egész Európára, hiszen kialakult a 1991 után egy ilyen kisebbségi rendszer, ami a Alapszerződéseken alapult, az Európa Tanács által, a nemzetközi szerződéseken alapult, a, a nyelvi kartán, más dolgokon, és egy ilyen politika Ukrajna közeletté az Európai Unió felé ezt az egész kisebbségi védelmi rendszert, ami valahogy nehezen, nem is tökéletesen fölépült ezt veszélyezteti, és hogyha egy országban lehet, akkor lehet az összes többi országba is. És azért látjuk azt 1991 után, hogy közép-kelep-európának egyik legfontosabb és legveszélyesebb problémája, ez sajnos nemzetiségi kérdés. Lásd most Koszovót. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mit gondolnak, hogy vasárnap most fellobbannak Kárpátalján is azért az összetartozást tüzei? Hát háború idején nem tudom, hogy mit lehet tenni, de gondolom, hogy valamennyien kárpátai magyar érezni fogja azt, hogy ez egy különleges nap, a Nemzeti Összetartozás napja. Legalább a lelkekben felrobbannak. A lelkekben törtöző. és a szívekben biztosan, hogy felrobbannak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdést látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is. Mit tett Horti Miklós a fővárosi zsidóság megmentéséért? Erre keressük majd a választ az ez itt a kérdés következő adásában. Tartsanak velünk akkor is. Kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket viszontlátásra.